továbbra is stabil csapatként, alázatosan és szerényen, de profi módon működjünk a OTP Bank Liga 2019-2020-as bajnokságában. Bognár Péter szakosztály elnök és a klubvezetés ezeket a célokat tűzte ki a hétvégén elkezdődött szezonban. Továbbra is csak magyar játékosokkal szeretnék ezt elérni. A 6 év után a paksi kispadra visszatérő vezetőedző és játékosaik sikerre éhesek. A vezetőedző bízik benne, hogy a kemény munkának meg lesz a gyümölcse. Egy sikeres alapozás véget ért most ezen a héten, amit terveztük, minden megcsináltunk. Kemény munkáról volt szó, játékos nagyon partnerok voltak mindannyian, ami eredmények mutatnak is. Ebből nem szabad csapdába belemenni, hogy most olyan jó csapat lettünk, hogy most minden szuper. Ez az eredmény után nagyon óvatosan kell vigyázni mindenre. Azért, mert edzőmeccsek, és most jön az igazi, akkor kell mutatni, mit csináltunk, és tudom, hogy elvárás növelnek ez a 9 meccs után, de én csak azt szeretném mondani, hogy jó úton haladunk, hogy sokat megcsináltunk, de ugyanannyi meg van. Szóval sok munka vár még, hogy legyünk olyan, amit én szeretném. Az ügyvezető a célokat illetően óvatosan fogalmazott. Az első célunk egyértelműen az, hogy a csapat NB1-es maradjon. Azon belül természetesen a lehető legjobb helyet szeretnénk megcsípni, mivel ez egy 6-7-es felkészülés volt, tehát ilyenkor azért az ember még óvatos, majd egy 10 fordulóval a bajnokságnak az eltelte után, tehát amikor nagyjából lemegy az első kör, akkor én azt gondolom, hogy akkor már lehet látni, hogy hova valók vagyunk. Biztos, hogy erősebbek lettünk, komoly játékosok érkeztek hozzánk, meg ami nagyon fontos, hogy a sérültek között is jó páran felépültek, akik már edzenek, Géva és Zsoltól kezdve sorolhatnék jó pár játékosunkat, úgyhogy bizakodva várjuk az évet. Böde Dániel, aki a Ferencvárosból 7 év után igazolt vissza anya egyesületéhez, a Paks vezére motorja lehet. A hangulat az tényleg kiváló, ugye csak magyar játékosokból állunk, egy a nyelv, egy a cél, úgyhogy mindenki nagyon motivált, tényleg öröm hazajönni nekem is. Az elmúlt 7 évben, amíg távol voltam, azért olyan hónap nem volt, hogy legalább egyszer ne jöttem volna ide, úgyhogy tényleg minden szuper. Holzer Ádám kapus is a Fradiból érkezett az Atomvárosba, míg a 23 éves Osváth Attila a Puskás Akadémiától igazolta a paksi védelembe. Haraszti Zsolt ügyvezető arra is kitért, hogy az augusztus végéig tartó átigazolási időszakban még lehet játékos mozgása a paksi keretben. Így a bajnoki rajt előtt újabb válogatottal bővült a keret. Balogh Balázs középpályás 3 évre szóló szerződést írt alá. A stadion építésről Balogh Judit ügyvezető elmondta, jó ütemben halad. A bajnoki rajt nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, Kisvárdán 1-0-ás vereséget szenvedett a Paksi FC.